Lengyelen összehangoltan zajlott a munka az egész települést megmozgató disznóvágáson. Közösen elevenítették meg azt a magyar falusi népszokást, amely talán a legtöbb embert megmozgató esemény volt régen egy-egy közösségben. A disznótor alkalmával most közösen dolgozták fel a sertést, ahol mindenki tudta a feladatát. Az önkormányzat arra törekszik, hogy éltessék a hagyományokat. Ez nekünk még csak a második. Tavaly kezdtük el ezt a hagyományt, így kívánatra úgymond, hogy egyre több helyen voltak már, meg lehetett hallani, és akkor felvetődött a falu lakosságába, hogy meg az önkormányzatba, hogy a testületbe, hogy mi lenne, mi is megpróbálnánk. Tavaly volt az első. Hát, amint látszik, olyan jól sikerült, hogy az idejében már követelték, hogy legyen ismét még egy. Egy nagyon jó dolog, nagyon összehozza az embereket, nagyon jól érzik magukat, és abba is ugye egy jó szempont, hogy visszük tovább a hagyományokat. Tehát sajnos már egyre kevesebb helyen van már otthon is a disznóvágás, nem sokan csinálják, inkább megveszik már készen, és azért az ősök hagyományát így tovább tudjuk vinni. A jövőben még, ami én még szeretnék elérni, hogy még több fiatalt bevonni, hogy legyen kinek átadni ezeket a hagyományokat, mert lassan-lassan azért kopik az a népcsoport, az a korcsoport, akik tudják még az igazi hagyományokat, és nagyon jó volna, ha ez menne tovább is, mert szerintem lesz még jövője. Reggel elhozzuk az élő disznót, és minden itt folytik, tehát a szúrástól kezdve, este a vacsoráig, a sertés feldolgozott termékének az elfogyasztásaig, tehát minden itt folyik, a falusiak vesznek részt benne, és este természetesen a vacsorákkor derül ki, hogy milyen is volt a munkánk. Én a tavalyi évben az elsőn meglepődtem, hogy kicsit tartottam tőle, mégis az első hogy lesz, hát fantasztikus, hogy az emberek hozzáállnak, mert ha valaki csak félrelépett meginni egy kávét, már valaki a helyébe lépett, és már vágta tovább a húst, vagy darálta. Mivel egyre kevesebb a támogatás, meg minden, tehát a mai nap is teljes mértékben a adományokból. Falu adta össze, a német önkormányzattól kaptunk még egy kis segítséget, sajnos a nagy önkormányzat nem tud hozzátenni, de amint látni, működik így is. Tehát ha az embereknek igénye van az ilyen rendezvényekre, és hetekkel már ezelőtt már alig várták, hogy tényleg legyen, mert összejövünk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és mégis megy a munka. A szokásokhoz híven a férfiakra hárult a sertés szétszedése és feldolgozása, ami jó hangulatban telt. A töltelékek fűszerezését illetően a jól bevált receptekhez nyúltak Lengyelen. Mindenkinek van saját receptje, és az alapján van a bekeverve. Általában a só az 20-25 deka között, és a paprika is 20-25 deka között. 5-6 deka fokhagymával, és 10 kilónként, 10 kilóra vonatkozik, és 2-6 deka borssal. Hát ahhoz képest, hogy 7-8-kor kezdünk, és már töltünk, ahhoz képest jól megy. Összetartó szerepe van neki. És sokan vagyunk. Tehát a lengyel viszonylatában merem mondani, hogy sokan vagyunk. Mert itt a nép egy picit széthúz, tehát ebbe a faluban nincsen nagyon nagy összetartás, de ilyenkor azért nagyja. De az a pláne probléma benne, hogy általában mindig ugyanazok vannak ott. Tehát új arcokat nem nagyon látunk. Új arcok azért voltak az idei rendezvényen, a helyi mezőgazdasági iskola igazgatója elfogadta az önkormányzat meghívását, ő először vett részt disznóvágáson. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, főleg azért, mert van egy ilyen szakmánk is, hogy kistermelő, élelmiszer előállító, és volt már olyan év, hogy mi is szerveztünk a gyerekeknek disznóvágást. A tavalyi évben is igyekeztem volna eljönni, csak kicsit későn szóltak, de most megígértem polgármester úrnak, hogy mindenképpen itt leszek, és nagyon jól érzem magam. Első disznóvágásom, úgyhogy főleg megfigyelek, de most megbíztak egy kis feladattal is, úgyhogy igyekszem besegíteni, amiben lehet. Ahogy az ilyen események alkalmával illik, Lengyelen is korán kezdődött a munka. A sertés hagyományos levágását követte a hús feldolgozása, majd jöhetett a disznótoros hurka, kolbász, töltött káposzta készítése, ami az eseményt záró vacsorán került feltállalásra, a bált megelőzően. A menő összeállítása alkalmával helyet kaptak a különböző népcsoportok receptjei. Megpróbáltunk úgy alakítani az étkeztetést, hogy a székely hagyományoknak megfelelően és a sváb hagyománynak megfelelően, tehát ott a levélbe töltik a káposztát, ez pedig egy savanyú káposztával elkészített gombóc. Igazából az összetevők majdnem ugyanazok, mint a másiknál, egy kicsit a fűszerezése annyival, hogy abba csombor és sok kapor van, ebbe pedig inkább a kapora jellemző. Itt most ebben a két edényben 247 darab gombóc van, és körülbelül annyi káposzta is lesz majd a másik.
mennyiségben megtöltve, és akkor a vacsoránál lehet választani, hogy vagy két gombóc, vagy egy gombóc és egy leveles. Régen nem tudott eltelni úgy tél, hogy ne lett volna, akár 3-4 disznót is vágtak, aztán volt egy időszak, amikor elmaradt, és most ennek azt hiszem, hogy megint van hagyománya, ha nem is úgy, hogy otthon tartanak disznót, hanem inkább megveszik üzletbe a darált húst, a hozzávalókat, és akkor azért otthon töltenek, főleg kolbász, szalámit, hurkát. Tehát azért igyekszik mindenki. És most már azt is látom, és nagyon örülök neki, hogy kezdik visszahozni ezeket. Tehát egyre több vetemény, egyre több háziállat, tyúk, baromfi, és még sertés is azért, hogy ne adalékanyagos élelmiszert fogyasszon. A lengyeliek összehangolt munkájának köszönhetően 130 adag étel került a vacsoraasztalra, és a mélyhűtőbe is jutott hús a későbbi egész falut megmozgató rendezvényekhez.